Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Alig van már két hónap a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa bajnokságig. Bardóci Gábor kormány biztos van itt most velünk, hogy egy kicsit beszélgessünk a csarnokokról, amelyek otthont adnak majd az Európa bajnokság mérkőzéseinek. Köszönöm szépen, Gábor, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm szépen a meghívást. Szerintem kezdjük Debrecennel, mert ugye az volt az egyetlen olyan csarnok, amit nem az alapokról kellett felépíteni, hanem felújítani kellett. Hogy itt melyek voltak a legfontosabb munkálatok, illetve a legfontosabb átalakulás. Gyakorlatilag a Debreceni Főnix arénának a teljes belső tere megújult ez alatt a felújítás alatt, amit elvégeztünk az idei évben. Gyakorlatilag a nyílázárókat kicseréltük, kicseréltük az öltözőket, felújítottuk a közösségi tereket, kapott egy teljesen új világítást a Debreceni aréna, illetőlegesen, hát gyakorlatilag a belső térben minden, ami létezik, gépészettől kezdve elektromos felújításon át, mindent felújítottunk és megcsináltunk. Ehhez képest nem hangzik soknak a a 3,1 milliárd forint, pedig azért azóta sokféle olyan változás volt, aminek gondolom, hogy az új csarnoknak meg kell felelnie a régihez képest. Igyekeztünk minden olyan technikai újítást belerakni, ami a mai kornak megfelelő modern beléptető rendszert kapott, olyan világítást kapott a Debreceni Főnix Aréna, ami egy orvosi műtéthez is elegendő, 5600 luxot tudnak a lámpák, és egyesével kezelhetőek, teljes lefedettsége lett a wifi hálózatnak, és hát mellette, mellette minden olyan, olyan technikai elmet felújítottunk, egy olyan kubot sikerült beszerezni és felrakni a, a Debreceni Arénába, amely gyakorlatilag Kölnben van egyedül, egy kör alakú kjúb, ami mondjuk a nevével ellentétben kör alakú, és minden, minden létező mai technikát tud, és mindenféle létező 3D-s filmet le tud játszani. A karzatok közé, a lelátók közé karzatperimetert rektünk föl, ami ugye egy show elemnek egy, egy közönséget kiszolgáló, olyan látványos plusz elemként került bele, ami majd a közösségi élményt, amit, amit az ott eltöltő nézők majd a mérkőzéseken látnak, meg a későbbiekben, akármilyen koncerten vagy kulturális eseményen, az igen magasan növelni tudja. Folytassuk akkor Szegeddel, 40 milliárd forint volt előirányozva erre a beruházásra, mennyiből sikerült megcsinálni? 40 milliárdot tartjuk, tehát a keretösszeget azonhoz nem változtattunk. A 40 milliárdból gyakorlatilag sikerült mindent megépíteni, hiszen elkészült most már a nagycsarnok, elkészült a sarnok, az akadémia épülete, az egy 29 ezer négyzetméteres komplexumról beszélünk. 40 kollégista a PIK Szeged Akadémiának a tagjai ott fognak élni, lakni, használni tudják a sarnokot edzésekre, mérkőzésekre, önállóan MB1-es mérkőzéseknek lebonyolítására is alkalmas a kiscsarnok. A Csarnok pedig minden, kor, minden mai kornak megfelelő technikával felszerelve, kübbal, karzott perimeterrel, ezer tudó világítással, modern ez hangosítással. Ez mind a három csarnokban van, ami igen, az eb ami szükséges van. az európa Bajnoksághoz. Azt mondtad korábban, hogy 2,1 milliárd forinttal többbe került a beruházás, mint ahogy ez a 40 milliárd forint megjelent a közlönyben. Az, az miről szól? Ez gyakorlatilag akár, akár Budapesti arénánál, akár pedig len Tatabányánál és Szeged esetében is, egy olyan eszközcsomagot raktunk bele, ami a mobiliákat tartalmazza, az öltözőknek a felszerelését tartalmazza, a konditermeket felszereltük belőle, a wellness részeget felszereltük belőle, sporteszközöket, sportfelszereléseket vásároltunk, illetve hát minden az utolsó eh, mostúban használatos eh, vidéken át, bármit, minden ilyeneket kell beleérteni, hiszen ez az alapvállalásban, az alapkivitelésben, Lezésben, ezek nincsenek benne. Hogyha érteni szeretnénk, akkor Tatabányára 8-24 tonnás teherautó fogja hozni, vagy már szállítja folyamatosan azokat a mobiliákat, amit el kell helyezni a csarnokba, tehát nem kevés dolgról van szó. Ez minden egyes előterjesztésben, ami a kormány elé bekerült, ez tartalmazta, csak nyilván a forrást azt később biztosítottuk hozzá. Ugye a budapesti csarnoknál ez 4,5 milliárd forint lesz majd. 101 milliárd forintra terveztétek a beruházásnak a mértékét, Ez a, ennél a csarnoknál mennyire sikerült tartani ezt? A Budapesti arénánál is tartjuk a 101 milliárd forintos hogy, hogy azért kérdezem, hogy hogy csináljátok, mert minden egyes giga beruházás, és nem csak itt, de mondjuk, hogyha a Londoni olimpiát nézzük, vagy a Tokiói olimpiát nézzük, nem beszélve a Rióiról, minden teljesen más összeggel fejeződött be, mint amit előirányoztak. Tudjuk mindannyian, hogy elképesztő módon megdrágultak az építő ipari anyagárak, a szolgáltatások árai, hogy lehetséges az, hogy, hogy több éves beruházásoknál nem változott az előirányzott összeg? Gyakorlatilag, amikor elkezdődtek a csarnokoknak a megvalósítás, és elkezdődtek a beruházások, akkor még az nyersanyagárak jóval lejjebb voltak. És azok, amik a világpiacon a legjobban felemelkedtek, a vasalat például, vagy a, a, a faanyagnak az ára, azok már ugye nem szükségesek, hogy beépítésre kerüljenek 21-ben, hanem azokat megvásárolta a kivitelező 19-ben, és beépítette. Ezért nem emelkedett jelentősen az anyagköltség. Illetve minden egyes beruházásnál van egy minimális tartalékeret, az általában egy egy 3-5 százalék, aminek a jó sávfárkodásával azért tudtuk tartani a költségvetéseket mindenhol. Úgy, hogy a műszaki tartalmat sehol nem kell csökkenteni. Akkor azért azt el lehet mondani, hogy óriási szerencse volt, hogy gyakorlatilag az anyagokat időben sikerült megvásárolni, és utána indultak be ezek. Nem a... csak a szerencse kellett hozzá, hanem rengeteg kooperáció, egyeztetés, rengeteg vita, ami mindig-mindig előre mozdította a beruházásokat, de mindig megtaláltuk a megoldásokat. Na, ha már itt tartunk a kooperációnál és a kompromisszumoknál. Volt-e olyan csarnok, amelynél kompromisszumot kellett kötni, és esetleg az eredeti tervekhez képest kellett változtatni azért, hogy ne dráguljon meg az építés ára? Gyakorlatilag mindenhol volt ilyen, ahol, ahol foglalkozni kellett ezzel a kérdéssel. Mondok egy példát, a szegedi beruházásnál elkezdődött az alapozás, és a, a, amikor a mélyépítés befejeződött és megbontásra került egy földrész, akkor derült ki egy olyan vízáró réteget bontottunk meg, ami mélyfúrásoknál nem derült ki, nem találkoztunk vele. És éppen ezért újabb és újabb technológiákat kellett kitalálni a kivitelezőnek és a mérnököknek arra vonatkozóan, hogy meg tudják építeni azon a területen azt a csarnokot. És ezért lett gyakorlatilag a későbbiekben elvárás, hogy egy 660 méter terület, a hosszúságú területen egy jetfal és egy mobilgát rész épül meg, ahol ezt a vízáró réteget le tudjuk zárni, és biztosítjuk az ott élőknek azt a, azt a biztonságot, amit az árvíz esetében a korábbiakban esetleg meg károsan tudtak elszenvedni. És egy például egy ilyen költség, ami ezzel jár, ami egy nem várt költség, az bele tud férni ebbe a 3-5 ba ami a Nem hatalék. ezt a költséget külön biztosított a, kor, a, kormány, mert ez olyan fel nem merült kérdés volt, amire nem lehetett előre készülni. De minden más olyan esetben, amikor, amikor problémába ütköztünk a kivitelezés során, azokat a mérnökökkel, illetve a beruházási ügynökségnek a mérnökével meg lehetett beszélni, és le lehetett úgy bonyolítani a kivitelezés, hogy nem, nem érintette a költségeket. Mondanál ilyen példát a budapesti csarnokkal kapcsolatban is, hogy az eredeti tervben, az eredeti elképzelésben esetleg még megvolt valami, aztán az idők során ezt meg kellett változtatni? A budapesti arénára, ha emlékeznek rá, vagy emlékeztek rá, akkor az eredeti költségvetés, ami beérkezett a közbeszerzési ajánlóban, 170 milliárd forintot meghaladta. Ez tartalmazta volna egyébként a, a népligetű metró megállónak egy másik oldali kiáróját, tartalmazott volna egy edzőcsarnoknak a megépítését, egy munkacsarnoknak a megépítését, és tartalmazta volna egy parkolóháznak a megépítését is. Ellenben olyan magas volt a költségvetése, és olyan magas volt, mintha egy puskás stadiont építettünk volna meg, és ezért a kormány mérlegelt, és döntés kellett hozni, hogy mi az, amit lehúznak belőle, ezért újra kellett tervezni a belső tereket is, ez kicsit szűkebbre kellett venni a csarnoknak a méretét, egy kicsit faragni kellett az alapterületéből, mondjuk így is 50 ezer négyzetméter alapterületű csarnokról beszélünk, ami több mint 40 méter magas, és hogyha megnézzük a, a peremén a gyűrű méretét, akkor, mint a római Kolosseum, tehát nem kis csarnokról beszélünk, vagy arénáról beszélünk, de ezeket itt mérlegelni kellett, és estek olyan funkciók, így kárban vagy, vagy csökkentek, mint például a raktárhelyiségek, raktárhelységek, ami, amit muszáj volt az alapterületre bezsúfolni, és nem lehetett kényelmesen nagyobbra venni. Mikor lesznek átadva ezek a csarnokok? Debrecent már átadtuk, uh -huh. Öt, hamarosan Short Track világkupát fognak rendezni a helyiek, amihez ezúton is sok sikert kívánok. Terveink szerint december 9-én a Szeged-Kil mérkőzéssel nyitjuk meg a Szegedi Arénát, december 16-án vagy 17-én, ez még egyeztetés alatt van, szeretnénk a Budapesti új multifunkcionális sarnokot megnyitni, és január 6-án lenne Tatabányának a megnyitója a Magyarország-Fehérország felkészülési mérkőzéssel, és ezt követné ugye január 13 a az Európa Bajnokságnak a megnyitása. Ugye Tatabányáról még nem beszéltünk, azért nem beszéltünk, mert hogy Tatabánya elvileg nem játszik szerepet az Európa Bajnokság lebonyolításában. Ez így van, tartalék helyszínként épült meg a csarnok, ettől függetlenül büszkék lehetünk rá, hiszen egy olyan fantasztikus új létesítmény épül, ahol Európában bárhol helytállna és bármelyik teremsportágnak a bármelyik világeseményére alkalmas a megrendezésére. És akkor azt mondod, hogy ma úgy néz ki, hogy ezek az időpontok abszolút reálisak, és nem lesz semmi probléma ezzel, hanem. Bízunk benne, hogy nem lesz probléma, pedos. igen, ezt szeretnénk tartani, és így is készülünk, hogy ezek az időpontok fixen be vannak vésve minden naptárba, és ezen nem kívánunk változtatni. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést minimum az Európa-bajnokság alkalmával, majd köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra.